Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakelmetal autóalkatrész. Van nekem ez a kis autóm, amit néha Danival szoktunk szerelni, de Dani mostanában nagyon nem ér rá, meg ezzel nem is szívesen csesztetném, mert ez egy más természetű munka, ugyanis ellenőrző műszereket fogunk berakni, visszajelző műszereket. Az én autómban most a műszerfalon ugye van üzemanyagszintjelző, olajnyomásmérő és vízhőfokjelző. Szóval most az a baj, hogy az olajnyomásmérő ez kvázi egy olajlámpa. Tehát mintha egy LED lenne ott, hogyha függőleges a mutató, akkor van olajnyomás, ha elfekszik, akkor baj van, nincs olajnyomás. És hát a víz hőmérséklet sem pontos értéket ad, vagy jó, vagy rossz. Úgyhogy a sógoromtól tavaly karácsonyra kaptam egy Eppmann műszercsoportot, ami itt látható, amin feltehetően valós olajnyomás, vízhőmérséklet, valamint olajhőmérséklet adatok lesznek, úgyhogy eljöttem Gyurihoz, hogy beszereljük. Gyuri, amellett egy villamosmérnök. Köszönj, Gyuri. Sziasztok. Amellett versenyautókat épít hobbiból. Erről is lesz szó. Mivel kezdünk? Hogy indul ez a művelet? Hát először is... Leveszem ezt meg vakit. Először is megvárjuk, hogy lehűljön, mert kicsit meleg az autó, most érkeztél meg. A másik az, hogy levesszük a olajszűrőt, arra felkerül egy ilyen szendvics, amit már előkészítettem. Ez az olajnyomás, ez az olajhőfok, ez lesz mondjuk a víz, megbontjuk a vízkört a hűtő előtt. Ez nagyon szépen oxált kék. Motorsport? Motorsport, természetesen. És ezt már előkészítettem ilyen vízálló gyors csatlakozókkal, mert alapvetően ez egy ilyen anyával odaszorítós sarús megoldás, amit nem annyira szeretek, de mindegy, ilyen volt. És akkor ezt így, amikor ki akarod venni a motort, akkor csak ennyi, hogy kihúzod, és ez vízálló. Itt a másik, ez is. Ez a szabványautóipari csatlakozó, amikor az aztán bontottam rengeteg ilyenet. Igen, meg alapvetően úgy néz ki, hogy ez a szendvics úgy néz ki, van itt egy ilyen, ez olajhűtős is egyben. Igen. Olajhűtős is egyben. Hogy ez valamivel vastagabb, mint ez, amit én húztam. Tehát, hogy igazából majdnem egyforma megnézel, látod? Annyi van, hogy ez az versenyautóba vettem, de végig is nem is használtam fel, mert ennek másabb a szenzor adapternek a... Ez M10x1-es, ez meg 8-ados MPT, ami tipikus szenzor adapter. És úgy van, hogy ide hoztad nekem a héten, és átmentem rajta menetfúróval még egyszer. Nem volt szépen kivágva, erre emlékszem, és kifejezetten sorjás volt. Így van, a sorjákat levettem, egyébként az olajszűrő megfogja ezeket az alumínium sorjákat, úgyhogy... Úgyhogy ez nem olyan vészes, meg én azt gondolom, hogy még a motor is szépen kiköpi magából, úgy van. Az alumínium az egy gyengébb. Én persze lesolyáztam, meg azt írja a leírása ennek az Eppmannak, hogy használjunk mindenféleképpen teflon. Én használtam teflont, de már nem egyszer jártam úgy, hogy teflontól függetlenül szépen elkezdett könnyezni, ugyanis ez úgy néz ki, itt egy másik szenzor, ez egy Bosch szenzor, hogyha megnézed ezt, hogy ez kúpos. Igen. Tehát azt jelenti, hogy belül szűkebb, és elvileg kúpra zár. Na most ez a kúpra zárása az a bajom, hogy elkezdett húzni, és már a második fordulatnál elkezd bekemény, nehéz. Nem úgy van, mint egy normális csavar, egy M6-os vagy M10-es, hogy tekered, és amikor végén, akkor megszorul, hanem így igazából nem, mindig még tudod húzni, még mindig tudom húzni, és azt gondolod, hogy faszán zár. Most ez az a baj, hogy mi van, hogyha nem. Nagyon rossz helyen van, a múltkor a barátom magának megcsinálta, és mondta, hogy könnyezik. Hát mondom, ilyenkor az van, tapasztalatom szerint, a versenyautóban már úgy van, hogy Loctite tömítőpasztával beszoktam kenni, és úgy húzom meg, és eddig még soha nem folyt. Az autó többes pályanapon van túl, és alá lehet nézni, hogy polszáraz, ami egy Mazdára nem sokszor mondható el. Úgyhogy ez bevált, nem a legszebb megoldás, biztos, hogy majd fogják mondani, hogy mennyire barbár, de sajnos nem tudom, ezek az adapterek, nem tudom, sorjások, nem olyan szép a kifúrás, ilyen belépő szintű cucc, inkább legyen az, hogy rásegítünk pasztával, amúgy is a motor tele van pasztával, mert a szelepfedértömítés is pasztás, a olajteknő is pasztás,
Most egy picit még az olajszűrő mellett így az adapternél rakunk egy kis pasztát, nem hiszem, hogy ez annyira problémás. Ez az olajkör. Tehát úgy, hogy itt megy be kívül az olaj, az olajpumpából, ezért kapja a nyomást, itt meg a hőfokot, hőfokmérő, és ez kimegy, bemegy a szűrőbe, és meg belül meg ide meg bemegy, és úgy megy a motor többi részébe. És akkor, hogyha akarnánk olajhűtőt, és akkor ez meg így menne rá. Akkor az, dupla szendvics. Igen, dupla szendvics. Ez például, ha megnézed, ez úgy van, hogy ez egybe lefed mindent. Tehát olajhűtőt is, és még a szendvics, még a szenzorokat is. Szenzorokat is. Ez meg úgy működik, ha megnézed, hogy ezt nem lehetne csak úgy felrakni, hogy azt muszáj lenne összekötnünk valamivel, mert nem tudod ledugózni, mert ha megnézed, látod, ez átmenő teljesen. Igen. Ez itt kimegy, itt bemegy az olaj, elmegy az olajhűtő felé, így visszajön, és itt meg bemegy ide belőle. Úgyhogy ez így működik. Ugye ez Eppmann, amire ugye azt mondják, hogy lengyel, ha jól tudom, de amúgy meg Kína dicső terméke. Nem. Olasznak hirdetik, lengyel cég, de természetesen Kínában gyártat. A high quality racing parts Italy. Igen, itt így írja. Említetted ezt az ilyen, mennyire pontos. Na most mondhatnák viccesen, hogy satszoló műszerek, de mondok erre egy példát. Az én versenyautómban van egy német márka, Adoko vagy valami ilyesmi, 12 ezer forint egy műszerük. 15 ezer forint az EGT, ami a kipufogó gázhőmérséklet mérő. Na és én az olaj hőmérőt, meg egy kipufogó gázmérőt vettem tőlük. Az egész volt kevesebb, mint 30 ezer forint, kedvezmény nélkül. Na, és akkor mindenki mondja, hogy VDO, az kell, na az minőségi. És ezt alá is írom, alá is írom. A VDO az király. Na most az a helyzet, hogy ameddig nincs szponzor, addig az ember a családjától veszi a pénzt a hülyeségére. Ezért csináltam egy olyat, hogy a motorvezélő az egy standalone motorvezélő a versenyautóban, és ezért vettem bele egy eredeti Bosch hőmérőt, és bevezettem a motorvezélőbe, és folyamatosan logolja az autó, hogy milyen hőfokkal mér. Na és másfél fokon belül mér a 10.000 forintos olcsóval. Másfél fokon belül mér. Ugyanazt méri. És én azt mondom nekem, hogy nekem ez így töltögesen megfelel. Hányadik versenyautód ez? Az utcait is számoljuk bele? Az utcait is. Ez most a harmadik. És ez itt épül ebben a garázsban. Elnézést a rendetlenségét. Első körben ez hobbi. És családom is van. Úgyhogy... Itt épül ebben a garázsban. Mi az, amit nem tudsz itt megcsinálni? Mi az, amit ki kell szervezni? Hát az ilyenek, hogy... Ez például gyöngyszórva van az egész, tehát hogy nem szeretem a koszos alkatrészt felrakni, ezt a cég csinálja. Aztán alumínium hegesztés, mert nagyon sok alumínium hegesztés van a motoron, azt is ki van szervezve. Egyéb hegesztéseket meg tudok oldani ilyen magam, ilyen hobbistaként, de meg azt, hogy szinterezve van, tehát ilyeneket nem. De minden más, még a motor is itt épült a garázsba. Tehát így... Érzek egy pici kényszerességet, mert ez a motortér, ez nagyon ékszer. Hány versenykilométer lehet most ebben, amióta így elkészült? Szerintem 150-200. 150-200. És azt mondtad, hogy ez egy ráncfavarás előtti MX-öt, egy anniversary, tehát a 10 éves kiadás, az 99-ben jött ki. Így van. Tehát akkor ez még nem a VVT-s, hanem a VVT nélküli 1.8-as B-motor, de turbóval. És van. Hogy itt... Ez hány lóerő most ebben a formában? És mit kell kicsinálni a belsejében? Ez most padon mérve, ez 290 lóerő, 371 Nm a nagy programon, és 240 lóerő, és 280 Nm a kis programon. Az programozást is tudod csinálni? A nagy részét igen. A padon profi csináltam, mert így is 4 órát volt a padon, és az drága, hogyha én játszadozom vele. Így is drága volt, de 4 órát volt a padon. De a leglényegi kérdés, hogy jutott el oda, hogy megépítesz egy 290 lóerős MX-5 motort, ami a gyári 140 lónak több mint pont a duplája, és hogy nem robban fel? Úgy van, hogy mint ahogy említetted az előbb, hogy nem VVT, ez nem a gyári, nem az eredeti motor, az eredeti motor ott van állványon. Úgy néz ki, hogy VVT előtti, tehát a facelift előtti 1.8-as, az 9 és feles kompresszió viszonyú, a VVT már 10 és feles, ezért ez jobban tölthető. Jobban turbosítható, persze, ha meg van építve a VVT, az is egyébként van itt, és meg 340 lóerős MX-5, nagyon jó barátomé, egy VVT, de
A kisebb kompresszió viszonyú motor alulról nyomatékosabb, felül fogy egy picit, és én a nyomatékba hiszek, nem a lóerőbe. Uh-huh. És hány newtonméter akkor most ez? Hát 400. Ez nincsen, 375 newtonméter, de kis programban is olyan, mint a mozdony, ugyanis nagyon könnyű az autó. Ezt akartam kérdezni, hogy ugye itt az látszik, hogy nagyjából itt, hát a rugótornyoknál véget ér az autó, és utána egy hegesztett alumínium cső konzol rendszer tart nagyjából mindent. Hát jó, még itt a nyúlvány kijön a az is alumínium. Már az is? Ja, tényleg már az is alumínium. Úgy néz ki, hogy a bölcső, tehát van a bölcső, ami a motor nyugszik, onnantól kezdve végig van vágva az autó, és alumínium le van másolva a alumínium zárt szervényből a nyúlvány, és az van hosszabbítva, és úgy van, hogy összesen négy csavar fogja az egészet, kiveszem a négy csavart, és az egész hűtővel, interkulai olajhűtő az egész lejön. Lemértem, nincsen, a motortól előre nincs 30 kg az autó. A motortól előre nincs 30 kg, és a teljes súly. Ugye ez egy klasszikus acélkasznis nyitottnak tervezett autó, legutóbbi sok merevítésnél, hogy valamennyire merev legyen, bár mai szemmel már azért annyira nem. Igaz, a tiéd csöves. Sok minden miatt merev az autó amúgy. A legutóbbi tájmatok versenyen az Euroringen lett volna mérleg, csak sajnos nem elromlott, és a Peti barátom nem tudta idődni, de megígérte, hogyha elkészül ide a gyerekem. Én nagyon bízom benne, mert az MB az előtte az előző verseny óta egy NA volt, az 950 kg volt becsövezve üresen, féltank benzinnel, gyári felniken, ez nagyon fontos. Én bízom benne, hogy az MB alapból egy ilyen 150 kg-val nehezebb, hogy teljesen ki van, tényleg az utolsó utáni konzol le van fúrva ebből az autóból, tehát amikor építettem össze, akkor értem, ezt a konzolt még se kellett volna lefúrni, meg kellett volna. Itt tanul az ember. Így van, persze. Induljunk ki abból, hogy itt van az enyém, ami egy utcai ND, nyilván kényelmi kiegészítőkkel, sportív csomagos, tehát van rajta nagy fék, meg tele van a hasa merevítőkkel és egyebekkel, toronymerevítő ilyenek, ami gyári, tehát az egy gyári toronymerevítő. De hogy ez, amennyire tudom, ezek ilyen 1100 kiló körül mérlegelnek. Ez egy ráncfelvarrás előtti autó, gondolom már szintén nagyfékes, merevítő csomagokat látettad? Bár mondjuk anniversary, úgyhogy ez alatt tudtommal kell lennie. Igen, ebben van merevítés az alsó végig, ugyanis bár hiába be van csövezve, a nyúlványon fekszik az egész autó, és akkor muszáj megmerevíteni alul egy picit. Abból indul ki, hogy a komplett építés az a homológ MX-5, magyar rallycross MX-5-ök alapján épült, tehát a levágás is meg minden, és azok 860 kilósak 1.6-os motorra, tehát azért tegyük hozzá. 1.6-os szívomotorra. Én azt mondom, hogy nagyon-nagyon boldog lennék, ha ez 1 tonna alatt lenne. Tehát nagyon nehéz könnyű autót csinálni. Igen. A lóerő az könnyebben jön, mint ahogy a kilóerő. Igen, és azért valljuk be, hogy azért a turbó, tehát az öntvény leömlő, a kifogó az komplet rozsdamentes, az nagyon könnyű. Tehát az nagyon fontos volt, hogy ne adja, tehát elejétől végig rozsdamentes háromszoros kifogó rendszer van, és halk az autó. Nekem ez nagyon-nagyon fontos volt. Szerintem az a szexi egy autóban, ami úgy gyors, hogy közben nem üvölt. Tehát engem nagyon zavar ez. Már kinőttem, ebből volt nekem is hangos autó. Emlékszem. Jártam vele. És egy az, hogy amikor hajnalban indulok pályanapokra minden, szomszédokkal is szeretek jobban lenni, és egyébként szerintem jobban is vagyunk. Meg az, hogy gyerek is alszik, meg amikor hétvégén beindítgatom tesztelni, akkor nem akarok megsikizni, meg nem jó, hogy hangos egy autó. Mindjárt beindítjuk, mert ki kell állni. Ezt egy kicsit a kedvencedről, az elektronikázásról. Azt látom, hogy Toyota trafók vannak benne. Toyota Avensis, Yaris, Denso, igen. A szabvány Denso trafó, és a motorvezérlés az egy MS klón most, tehát egy Megaskirt. Megaskirt 3 extra. Tehát hogy ez most egy Megaskirt 3, nem pedig annak egy utánzata. Nem, Megaskirt 3 klón, azért, mert van eredeti Megaskirt ott az egyik dobozba. Rengeteg olyan dolga szembesültem a építéskor, amiben az butább, mint ami most van benne. Egy nagyon jó ismerősöm építette nekem ezt a motorvezérlőt, és olyan dolgokat rakott bele, amit én külön kértem. Ugyanis ebben az autóban a szekvenciális váltó lesz jövőre, és azt is vezérelni kell. Elő kell készülni a gyújtásvágásra. Tehát ad majd gázfröccsöt visszarugásnál? Hát ez látod, hogy ez bovdenes, és azt nem tudom. Ezért kérdezem.
Igen, már ott van az asztalon a teszt, már két nap ezelőtt sikerült letesztelni az elektromos pillangót, amit egy MX-5 NC-nek a gázpedálja fog vezérelni, és egy Volkswagen Audi nagyon alap 1.8-as turbós pillangó fogja, és már az egy olyan vezérlő, azt is az ismerősöm építette nekem, amit egyébként tudok programozni, tehát úgy, hogy nem úgy van, hogy, hanem én írom be a kódot, és úgy tudom programozni, biztos, mert asztalon már kipróbáltam azt, hogy ott már működik a blip asztalon. Úgyhogy ez működik. Fogadának nem annyira, tehát amikor az autó visszavált, és hirtelen a motorfordulat és a váltó tengelye közötti fordulat megváltozik, akkor hozzáigazítja egy gázpedál a motorfordulat. Ez azért jó, mert ugye nem tapad meg a hátsó kerék, és kisebb az esélye a megfúszásnak. Így van. Így van. Mutasd meg a kedvenc alkatrészemet, a kézifékkart. Hogy van ugye a pályázós kézifék. Igen, és ez egyébként úgy működik, ez, hogy itt van a, itt a kézifék. Alapvetően mivel már nincsen racsnis, ezért úgy érzik, hogy visszalkasztok, akkor így beakad. És így rögzíted az autót. Így van. És úgy van, hogy ez a pályázós kézifék, amikor meg kell fognom az autót, startnál vagy valami, de amikor úgy alakul, hogy driftre megyek, akkor ezt is feltekerem. Így. És akkor bármikor megvan az erőkarod. Van egy brutál nagy erőkarod. Így van. És hogy ez tényleg, hogy ez így csavarozható. Igen, csodálatos. És közben egyébként nem zavar, mert amikor nem kell, most legutóbb nem himbálózik itt. Így akkor legutóbb a pályánapon találkoztunk, akkor pont délelőtt volt a driftős. Akkor ezt használtam, amikor még utána jött a tájmatak rész, akkor még egyszerűen csak levettem. Ez csodálatos. Ez elképesztően jó. Na, de igen. Az autó belső átalakítása azért az megint túlmutat kicsit a háztáin. Tehát igen. A műszerfal, hát hátulról emlékeztet egy MX-5 műszerfal, az van. MX-5-ben sosem volt androidos tablet. Ez pontosabban nem androidos, hanem ez egy Raspberry Pi. Bocsánat. Na és úgy működik az egész, hogy ez egy kicsit speciális olyan téren, hogy azért nem androidos tabletet raktam bele, mert ez úgy néz ki, hogy ezen fut a motorvezelőnek a kódja, és csinál egy wifi hotspotot, amivel telefonon vagy laptopon rá tudok nézni, és bármikor tudok beleírni a kódba. Ami azt jelenti, hogy például jár az autón, valami oknál fog úgy érzem, hogy például legutóbb olyan volt, hogy elment a nyomás valamiért, és akkor gyorsan rá kellett néznem a logokra, felmentem wifi-re, közben járt az autó hűlt, és gyorsan meg tudtam nézni a logokat. Ez nekem nagyon fontos. Hát mérnökként az ilyen, hogy mindenről tudnom kell az autóval kapcsolatban. És akkor úgy működik, hogy ez az autó úgy néz ki, hogy GPS-en, tehát itt a kis GPS adó, GPS-en keresztül veszi a külső jelet, tehát logolja a pályán a menetet, mutatja, mennyi kilométerre megyek, ez nagyon fontos, és úgy néz ki, hogy a 1500-as fordulatnál, amikor beindul az autó, automatikusan elkezd logolni mindent, az utolsó utáni infót tudok, és legutóbb, amikor volt egy kis probléma az autóval, betiltott célegyenesbe, akkor nagyon gyorsan megtaláltam, mi a hiba, azért, mert le tudtam szedni az információt, és ez szerintem nagyon fontos egy utólagosan vezére, tehát egy ilyen stand-alone vezérésű autóval nagyon-nagyon fontos, hogy mindig tud, hogy mi történik. Egy a kérdés, mennyire stabil? Azért itt tényleg a gyári teljesítmény duplájáról van szó. Az autó? Aha. Nagyon, nagyon stabil. Engem is meglepett. Azért az első két pályánapon azért nagyon, még csak ismerkedtem az autóval. Hogy működésileg. Ja, nagyon, nagyon. Jöttek elő problémák természetesen, amire nem számítottam. Például volt hűtési problémám, volt az, hogy ez kikapcsolt, ugyanis azért Raspberry Pi nem arra van, hogy egy nem arra van kitalálva első körben, hogy versenyautóban változó feszültség ingadozások, meg hogy a rezgéseket, de ezt már megoldottam. De alapvetően nem fogyasztja az olajat, nem csepeg belőle semmi, a hajtáslánc még bírja, úgyhogy nagyon nagy... Nem az, hogy meglepett, az erre számítottam, mert az sok munkám van benne, de kiválóan szuperál, és ami nagyon fontos, ami az egyik legnagyobb elismerés az volt, hogy a tavalyi elmixölt szalalombajnoknak odaadtam egy körre, és úgy szállt ki a kocsiból, hogy elképesztő. Tehát, hogy nagyon jól mozog, érződik a súly, érződik a futóműbeállítás, hogy jól meg lett csinálva, hogy nagyon nem ijesztő az autó, tehát... Értem. De gyors, de... Most azt válaszolod meg, melyik részét szereted jobban, építeni vagy hajtani? Mindkettő, 50-50%. Ugyanis nagyon jó vele foglalkozni. Az utolsó utáni csavart ismerem az autómból, tudom, hogy a jobb első
talpas gömbfejnek a gumia becsípődött, úgyhogy legközelebb azt meg kell csinálnom. Tehát ezért sokkal jobb, mint amikor egy szerelőhöz elviszem és csinál vele valamit, hanem az utolsó utáni kis csavart is tudom, hogy hogy lett meghúzva, mi lett rajta megcsinálva. Az építés nagyon fontos, főleg azt, amikor az új dolgot építek bele, például a kormánymű, azt nem tudom ismerni, de... Igen, ezt mondtad, hogy itt beépítettél egy Toyota elektromos szervot? Nem, hanem pont ilyen. Pont ilyen elektromos szervó, Amerikában rendeltem a kitet. Az a lényege, hogy az volt a bajom, hogy a múltkori pályautómon a legutóbbin, a szervó nem nagyon bírja. Igen, mert a semi-slick kifejt egy brutál nagy fullslick, és amikor fullslick és ráterhel az autó, akkor olyan oldalvezető erő van, hogy annak a gyári szervó nem tud ellentartani. Hallottam ilyet, hogy a szervópumpa tengelye le tud fogazni bizonyos típusokba. Meg van benne egy ilyen, túl melegszik benne az olaj, hiába raktunk bele nagy hűtőt, minden, hiába bármit csináltuk vele, mindig kilőtt az olajat, mert felfort. És azért raktam bele egy ilyen rendszert, hogy most rajtam a gyújtás, és így konkrétan csendben teszi a dolgát, és állítható a szervó, itt vagy állítva, ez a minimális, és felrakom maxra, akkor egy újat tekerem a kormányt. És marad visszajelzésed? Persze, de általában mindig minimumon szoktam, hogy legyen minimális szervó. Ez azért jó, például, amikor tologatnom kell a garázsba, akkor trélerre felállni, meg ilyenek. Ráadom a gyújtást, akkor egyszerűen csak betekerem. Ez nagyon fontos volt. Ez nagyon nagy fejlesztés, ennek nagyon örülök. Aztán ilyen apróságok, hogy időkijelzés, hogy külön tápja neki. Persze megmaradt a ablaktörlő. Itt van állítható, 12 fokozatban állítható a program. Itt mutatja, hogy hányadik programon vagyok. Hát ott tekerem szépen. Úgy volt, hogy ez egy családi vállalkozás, így viccesen mondhatjuk. A feleségem is nagyon szeret vezetni, és ő azt mondta, amikor már kész az autó, akkor is szeretne pályánapozni. Hát ez egy 300 lóerős autót azért nagyon engednék a kezébe, és nem csak azért, mert féltem a feleségemet, azért elsínál magam, hogyha mind a ketten megsérülnének. Ezért az van, hogy a következő fejlesztés az, hogy veszek egy kisebb aktuátort, amit az, hogy a nyomás szabályzóta mondjuk egy 0,2 báros töltésűt, és akkor az lesz, hogy lesz a kis program mondjuk 180 lóerő, a nagy program 300 lóerő, azt pedig motorvezérlővel fogjuk elérni, és akkor a feleségem megy, és még úgy érzi, hogy kicsit szopnia kell az autót, akkor megy a kis gyenge autóval, én meg amikor beülök, akkor feltekerem csumára mondhatni, és akkor ereszem hajó. Bár még egyébként a nagy programon még csak egyszer mentem, ugyanis nagyon féltem a váltót, mert még a gyári váltó van benne, és... Megrecsenti. 6 gang? Nem, ez az 5 gangos, ez az olcsóbb váltó. Ilyen nyomatékhoz nem tudom, indokolt-e a 6 gang? Nem, igazából indokolt, mert erősebb, mint az 5-ös, csak az a baj, hogy 10-szer olyan drága. Igen. És a 6-ost is el fogja tudni törni. Bocsás, a brutál vaskereszt visszajelző, az mit jelez vissza? Igen, azt... Biztos benne, hogy nem kérdezed meg. Így vettem az autót, hogy ez benne volt, ezt adták hozzá, és kivettem már, csak olyan lyukon mögött, és igen, nagyon zavar, hogy valami feleslegesen lyukas. Már nézem, hogy mi lesz, valószínűleg váltásjelző lesz majd belőle, de persze nem így. Ez nem tudom, kérdeztem a korábbi tulajt, hogy mégis miért, és jól néz ki, ez volt rá a reakció, én meg így nem kérdeztem többet. A motor alapvetően kovácsolt hajtóúrulás, a gyári dugókkal, ugyanis egy bárig van tervezve a autó, és a súlyhoz képest szerintem bőven elég is lesz. Egy bár? Egy bár nyomás, töltőnyomás. Így is 300 lóerős az autó, és szekvenciális váltóval olyan gyors lesz, hogy én már így is, már néha úgy érzem, így is kevés vagyok hozzá. Tudom, soha nem elég. Ezért, de mindenféleképpen üzembiztosra csináltam az autót. Úgy néz ki, hogy a olajteknőben van egy olaj előttjönés gázó lemezelés. Úgy van, hogy teljesen mindenféle felesleges mellékdolgot kivettem a motorból, ami úgy néz ki, hogy látod, itt látható, itt van egy lyuk, ami igazából nem más. Ez. Mert normális esetben itt jön neki a hengerfejből elől a víz. Igen. Ez meg lett fordítva. Hullentvidrót hívják. Hullentvidrót kívül, hát ugye, ugye ezt a motort tudtam alamazni, ezt keresztbe beépítésre terveztem. Igen. Viszont amikor beépítették hosszába, akkor így azért 20 év táblatában a hátsó hengereknek nem feltétlen kielégítő a hűtése. Így van, ez is egy olyan vallás, amit sokan követnek, sokan nem. Nekem mindenféleképpen el akartam azt innen tüntetni, mert nagyon útba volt, felesleges öncsövek voltak benne, és ezért megszüntettem a olajelőmelegítőt is, ami a olajszűrő alatt van.
Ami arra jó, sokan ülőhűtőnek mondják, de inkább olaj előmelegítő. A víz hamarabb melegszik. Így van. Kötik a vízkörbe az olajnak egy hőcserélővel. Így van, és az összes ilyen mellék dolgot kivettem. Annyi történt, hogy a hátsó, tehát nincs fűtés az autóban, mert semmilyen szigetés nincs benne, és nagyon meleg tud lenni a jár az autó. Ez úgy lesz, hogy itt van az olaj kivehető, itt lett eredetileg a víz, bocsánat, ki víz, itt lett volna eredetileg a fűtés, ez be lett hegesztve egy ilyen AM fitting, és ez megy ez a turbónak az egyik olaj, a víz, vízköre, és itt jön a másik, az meg bemegy a fűtésnek a visszatérőjébe, ami ott van hátul. Tehát az is be lett hegesztve AM fittinge. Minden egyes turbóhoz menő cső az AM fittinges, és itt meg a visszavezető, ha nem tudom mennyire látszik, itt bent hozok egy lámpát, az is nem ott látszik, ott csillog az a szép AM10-es cső. Igen. Az is AM fittinges, és a korábbi turbós autómban az volt a baj, hogy ilyen nagyon jó minőségű gumicsöveket vettem, tömlőket, és két év után úgy bekeményedtek, hogy repedtek, már nem lehetett meghúzni a bilincset, ez meg örökélet meg egy nap, egyszer kell megvenni. Nagyon a szerencsém volt, mi egy Magyaródon vagyok, lakom, itt a nem tudom, versenypályán miatt mi eldobó egy követ, és egy ilyen autóépítő ablakán megy be. Itt van a szomszédban nem messze Baranyai Pali, aki a BP Racing tulaja, és nagyon jó fej volt, mert mindig mentem hozzá vásárolni, akkor mindig volt, úgyhogy figyelj, elhoznám, ide próbálom, ha nem jó, visszahozom, és mondta nyugodtan. És igazából az volt egy csomó olyan fittinget, mert ezeket a fittingnek a darabja nagyon drága. Tehát ezek úgy vannak kitalálva, hogy nagyon nagy nyomást és nagyon nagy terhelést kibírjanak. Ez úgy van, hogy például egy ilyen, nem tudom, 60 fokos, az ilyen 7000 forint, és ebből egy bevásárolok, elköltök 100 000 forint, és utána megint az van, hogy én nem jó. Tehát ilyen téren, mert hogy ide igazából 90-es kellett volna, ide inkább 45-ös lett volna, és ilyen téren Pali nagyon jó fej volt. Elhoztam, megvettem, aztán visszavittem, és hogyha nem volt ott a külső sérülés, akkor visszavette. Nagyon sokat segített ebben. Meg az, hogy tényleg az volt, hogy például péntek este 8-kor kéne hétvégén építem, meg közben hétköznap dolgozom, írtam neki, és akkor hozott nekem is. Nagyon sokat köszönhetek neki ilyen téren. És akkor a kábelezés az teljesen lehet csupaszítva minden motort egy kábel, ami nem kell, mert azért rengeteg segédbejelentés van ebbe az autóba. Újra pineztem az összes csatlakozót, és behúztam ilyen motorsportos kábel harisnyába, hogy tényleg csak azok legyenek, amilyen kellenek. Az összes olyan dolog, ami a hengerfejt is teljesen felújítottam, azt egy, na tényleg a gépműhelyt azt nem én csináltam. Persze. A motor az teljesen újra lett hónóva, új gyűrűszettel lett összerakva, és ACL csapágyakkal, támcsapágy és ARP csavarokkal. Tehát erre azért figyeltünk, hogy a teknő is lehet gyöngyszörve, úgyhogy úgy néz ki, mint az új lenne a motor. És tehát az volt még egy melós, hogy a fekete csövekkel rakjam össze, mert kéket, pirosat, azt mindig találunk, de én nem tudom, engem kivel a víz, hogyha jó, de motort szépen néz ki ez a Ferrari pirosnak, mondja a színkód alapján, ez jól néz ki, de összes többi az inkább így legyen eltűntött. Még annyi lett érdekességképpen, hogy a gyári üzemanyag hit van benne, de ki lett cserélve a gyári üzemanyag nyomás szabályzó egy külső állíthatóra, mert nagyon fontos ennél a teljesítményért, de már igazából egy kisebb nézés, hogy mindig stabil legyen az üzemanyag nyomás, ezzel szépen be tudtam állítani, mert ez visszafolyós rendszerű, nem úgy, mint a tiéd, az már nem. És a visszafolyós állítással lehet az üzemanyag nyomást beállítani, ez így beállított 4 bárra, az bármi van, be van kötve, itt látható itt a vágócső. Erősen feltöltött motor, gondolom az a szempont, így hogy van. Ne szegényedjen el soha a keverék, mert ha elszegényedik a keverék, akkor nem tud hűteni az üzemanyag, és átég a dugó, vagy valami rosszabb. Így van, és igazából itt az a lényeg, hogyha itt a vákumcső azért van, mert be van állítva 4 báron, mert azt jelenti, hogy bekapcsolom az üzemanyagpontát, akkor beáll 4 bára. Ha vákum van a motorban, tehát alapjárat, vagy az, hogy ha nem nyomod a gázt, akkor vákum van a motorban, akkor leveszi a nyomást, hogy mindig meglegyen a üzemanyaghíd és a injektor befecskendező része között mindig 4 bár legyen. Ha megtöltés van, ha mondjuk 1 bárra megtöltöm, akkor itt a mutató 5 bár mutat. Pont ez a lényege. De azért van bekötve a vákumcső. Ez volt a fontos, ez a Bosch Vadiu 700-as injektorok vannak benne. Ez a 700 köbcenti per perc? Igen.
Igen. Tehát, hogy ennyit képes szállítani. Az így, a gyári az 240, az nincsenek meghajtva, tehát ez sokkal több lóerőt elbír, de nagyon ez jó áron sikerült venni. Több hallottam, hogy nagyon fontos, hogy sosem maxolt ki az injektoroknak a... Hát elvileg van egy olyan elmélet, hogy csomó oldalon megvan, van is kalkulátor, hogy hány lóerőt tervezel, mekkora motorban, hány injektor, hogy mennyi a... Igazából azt szokták mondani, ez is egy ilyen iskola, hogy 80%-os meghajtás fölött már nem nagyon forszírozzuk az injektorokat. Tényleg nagyon szolid. És ez az emelt alapjárat. Igen, mert most nagyon hideg a autó, ezért most ilyen 1400-as az alapjárat, mint bemelegszik. Utána gyárilag 750 az alapjárat, de akárhogy teszteltem, 1000 alatt a becsövezés, motortartóbak, az Duraflex versenybakok, a Diffi is verseny szileteket nyugszik. Olyan remegés van az autóban 1000-es fordulat alatt, mikor kétre nem lehet benne maradni. Tehát így az egész minden recseg benne, ezért felemeltem 1000-re, az egy olyan frekvencián megy, ami elviselhető benne. Tehát egyébként nagyon hangos belül, tehát semmilyen szigetelés nincs. Látod, hogy meg sem ott jól mondom. Sok vibráció nincs. Gyári, többet vibrál a gyári bakokkal. Hát figyelj, itt a te autó. És itt meg tudom mozgatni a motort, látod? Igen. Közben visszatértünk az én autómhoz, mert az meg kihűlt, miközben nyálasztok a versenyautót. Most le kell szedni ezt az alsó páncélt, mert hozzá kell férni a vízkörhöz. Én múltkor ordasra szopattam magam azzal, hogy a hűtőcseréhez levettem, de mint kiderült, nem kellett volna, mert a szerelő ablakon keresztül le tudtam volna húzni a vízcsövet, ami itt van, tehát elég lett volna a szerelő ablakot oldani, és de hát... Olajszűrő miatt veszünk most le ezt igazából. Aha, igen, hogy alá menjünk, mert az olajszűrő cseréje sem megoldhatatlan a haspáncél helyén, úgy, hogy helyén maradt, tehát nyilván úgy találták ki az autót, hogy ne kell levenni a haspáncélt minden egyes olajcserénél, viszont mi most be kell, hogy építsük azt a szendvics elemet, ezért mindenképp le kell venni a haspáncélt. Van itt egy támasztó konzol, ami a szívósort támasztja. A szívósort támasztó konzol. Azért, hogy odaférjünk az olajszűrőhöz rendesen. Aha. Ez visszakerül utána, vagy ez? Persze. Hát igazából az a tervet annyira nem emeli ki az olajszűrőt, hogy ne férjen vissza. De egyébként nélkül is működőképes az autó. Elvileg az az elmélet, hogy a rezgéseket leveszi a pillangóról, és akkor miért nem törik el a pillangó. Na most ez is ilyen vallás, mert mint minden más fórumokban, valaki, nem tudom, 10 000 versenykilométert rakott az autóba ilyen nélkül, semmi baja. Most legutóbb az egyik barátomnak az Euro, a Hungaroringen leszakadt a pillangója, és megette a motor, és az épített kovácsolt blokkos autója, az ment a levesbe. Most ő szerinte fontos ez, valaki szerint meg nem. Én azt mondom, hogy okra tették oda. Igen. Az a gyűrű, ami ott látszik, az már a szendvics adapter, ami felkerült az olajszűrő helyére. Erre fogjuk visszatekerni az olajszűrőt, és ott a körmény hegyénél, ha nézitek, az pedig az olajnyomás szenzornak a gombája. Jól mondom? Igen. Ez nem aktív, hanem passzív, ez ellenállást változtat. Az történik, hogy ugye be kell építeni a vízkörbe egy toldatot, amit az elején már mutattunk, és ehhez viszont meg kell bontani a vízkört, Gyuri éppen ezt csinálja. Igazából leengedjük a vizet, hogy irányítottan folyjon ki a víz az autóból. Irányítottan? Azaz nem mindenre. Igen. Miért meg milyen szép új... Most töltöttem bele a hónapért, ha ezt tudom, akkor nem töltöttem bele, hanem nem, eljövök ide. Ezt vissza. Persze, látom. Kitakarítottad előtte a tárolót, hogy... És annyira sikerült irányítottam, hogy csak kicsit kell felmosni. Leirányítottad a lábunkhoz. Ide fogjuk ezt így berakni, így majd. És itt lesz egy... Igazából pont néztem, hogy olyan helyre rakjuk, ahol ez a kék nem fog látszani, mert a szívó... De igazából tényleg baromi zavaró, hogy kék. Igen. 14 évesen még tökre örültem volna, hogyha ilyen az autómnak a géptere, mert akkor néztem a halálos íromot, de most így miért nem lehet csak fekete simán? Lehet venni feketét is felára. De ezt most nem mondod komolyan. A versenyautóban az összes szilikoncső drágább, mivel fekete. Ha megnézed, muszáj a jeladónak testnek lenni, és itt van a
egy pici ponton egy testkábel, mert hogy a gumi... Nem vezeti az áramot. Ez még nekem is meg. A tömlő, a gumitömlő nem vezeti el, de az lesz, hogy ennek a része úgy lesz, ide lesz egy testpontra lesz kötve, és a másik meg megy be a motortérbe. Ami tiéd az érdekes, mert a tiéd klímás. Tehát hogy a tipikus azon a pontok, ahol beszokott menni kábel, ott most klímacsövek mennek, úgyhogy, de nem fogjuk megfúrni a tűzfalat, mert teljesen felesleges, úgyhogy itt van egy másik pont, ha megnézed, itt látszik, ott fog majd bemenni. Az ablaktörlő motor alatt? Ott van egy ilyen gumi. Látom egy gumidugó. Gumidugó, igen. És ott viszed be a kábeleket. Igen, azt szépen át fogjuk fúrni, ott szépen át, hát húzzuk. Úgyhogy most jön a tisztább része, amikor előveszik az urológiai képességünket, és nyúlkálunk be mély helyre, ott, ahol nem látunk. Ez a testkábel, ez a szenzornak a testkábele. És akkor így lesz majd összekötve, így. A szabvány vízálló autóipari csatival. Igen, és akkor így szépen... ez megy be az utastérbe a kék ér. Igen, és akkor ez így leszorítjuk, és akkor szépen ez majd oda fog menni a utastérbe. Ezen a kábelkötögön fogod? Az a baj, hogy... igen, az a helyzet, hogy itt kéne szépen elhúzni, aztán ott szólt el. Legszebb az lenne, hogyha kibontánk az egészet és behúzzuk. De ezt nem. Ezt inkább nem, mert azért ott lenne, 20 éves... Meg. Nem az, 20 éves... tehát igazából ez semmi más, mint úgy néz ki, hogy van egy csomó szigetelőszalag, benne egy ilyen gumi ágy, ami el van vágva, és bele van tolva. Tehát nem egy bonyolult a cucc, csak meg is tudom csinálni, hogy megfelelő kiemeljük, belehúzzuk végig, csak utána vissza kell szigetelőszalagozni, tehát nem egy bonyolult dolog. De igazából ezt behúzzuk egy ilyen védőbe, és ott mellette szépen eltekergetjük, és nem lesz semmi gond. De látjátok úgy, hogy ez lesz a motortérbe, ez megy az olajhoz, olajhőhöz, olajnyomáshoz, akkor szépen vékonytól vastagig folyt, hogy lefedjék egymást, ezek gyantások, tehát vizálóak teljesen, bár egyébként a kábel alapból vizáló, akkor szépen ezzel így megfogjuk ezt, most éppen, ez éppen a részsopról rendelt kábelharisnya, ez így megy végig, ez még a motortérbe megy. Mechanikai védelme van, vagy hővédelem, vagy milyennek a szerepe? Rúgjon szan a széllyel. Ez az, hogy... ne... igen, én azt mondanám, hogy a legfontosabb tulajdonság az, hogy szép. Most már behúztuk az autóba a kábeleket, és most az történik, hogy felsorozzuk a műszereket, ez a vizé. Igen. Ez az olajé, olajhő, olajnyomás. És szépen ez az olajhő, akkor az a barna. És a végén itt is gyors csatlakozós lesznek, mert nem, ha bontani akarjuk valamiért, mint egy rádió miatt, akkor én azt nem szeretem, hogy itt ilyen, nem tudom mi ez, 6-os, tehát azt hittem, hogy 5-ös csavarral itt bénázgatunk, hanem lesz, rakunk rá egy ilyen már nem vizáló, hanem belső, tehát a utastéren belüli gyors csatlakozót, egy 3 pinest, és akkor itt bármikor ki lehet húzni. Azt mondtad ugye, hogy a minőségi műszereket azt különbözteti meg ezektől az olcsóbb műszerektől, hogy azok élből gyors csatlakozósak, tehát hogy nem csavarkötésre rúzul a... Így van, a... azért azt tegyük hozzá, hogy még a márka említés nélkül rohadt hitványok tudnak lenni. Tehát így, nekem... Nyugodtan említs márkát, hát azért vagyunk. Például volt egy olyan, hogy például AFR, ami a üzemanyag levegő keveréket mutatja. Air Fuel Ratio. Így van. AIM, ami elég ismert márka, és iszonyatosan hitvány a gyári csatlakozója, ami azt jelenti, hogy így megnéztem, hogy kell bedugni, és így kicsúsztak a pinek, azt hittem, hogy hibása, hogy rosszul volt bedugva, nem, már úgy jött ki, hogy gyárból, hogy le volt olyan vékony műanyag a csatlakozó, hogy ezek egy kis fém pinek, az önben van egy kis kiálló rész, és a műanyag kis csatlakozóba beleakadt, hallod a kattanást, a tikk, na, és az már nem működött, úgyhogy az egészet ott kellett bénáznom, hogy egyáltalán megfogja, pedig dobozba akkor vettem ki, és utána olvastam fórumokon, hogy rengetegen szívnak vele. Na most az egy, hát most legutóbb néztem 70 ezer forintos cucc, az 70 ezer forintban szólhatnának a kínai gyártónak, mert ott készül, hogy légy szíves, nagyon légy szíves, egy picivel jobb minőség. De mondjuk a kínaiak valószínűleg azzal gyártják, amivel megrendelik. Amivel megrendelik, igen. Külön lesz a
a táp, és külön lesz a táp és a világítás, meg a test, és külön lesz a jelek. Ez azért van így, hogy meg lehetne csinálni egy 6 pines csatlakozóval, meg fogunk csinálni 2-3-assal. És úgy lesz megcsinálva, de mindenféleképpen, hogy ilyen, úgy, mint ahogy a gyárak is csinálják, hogy ugyanaz a típusú csatlakozó lesz, csak mondjuk ezen lesz apa, ezen meg anya, a másik oldal lesz apa, anya, és nem fogod tudni rossz összekötni, hogyha egyszer kiveszed. Úgy tudom, bölcsész vagy, nem? Meglehetősen bölcsész vagyok, igen. Hát akkor... Büszkén vállalom, hogy két diplomám van róla, hogy semmihez sem értek. Úgyhogy az, hogy igazából annyit fogsz tudni csinálni, rosszul kötöd össze, hogy ezt és ezt összekötöd, és maximum nem fog csinálni semmit. Nagyszerű. Hát akkor az van, hogy szüksége van ennek egyszer áramra, egyszer pedig ilyen. Igen, ezek ez a jelek. Ez a jel oldal, tehát itt van egy vízhőfok, víznyomás, vízhőfok, olajnyomás, olajhőmérséklet. Pont fordítva, olajnyomás, igen. És itt pedig van a... Test, táp és a lámpa. Test, táp. És próbáltam követni az MX-nek a gyári. Az MX-nek a kapcsolt, kapcsolt 12 voltja, mert mindenféle azt szerintünk, hogy gyújtásra csinálja. Az mindig piros-fehér. A test az fekete, vagy zöld és fekete, a narancsága az meg a... ND-hez van még szükség arra, hogy megnézd a leírást? Általában nem. Most már egyébként a motor kábelköteget is általában úgy szoktak bekötni, amikor motorcsere van, hogy igazából nagy részt fejből, de mindig van egy ilyen checklistem, hogy ott van a laptopom, ott van felé vagy Excel tábla, és mindig zöldítem kül, melyiket csináltam meg. Tehát azért, erre azért mindig odafigyelek. És persze, hogy mindent leellenőrzök. Elvileg minden igaz, be van kötve, és úgy néz ki, hogy amit mondtam, hogy ezt így összecsattintod. Jó, ez a táp. Nézzük, hogy működik-e. Aszta, világ, de ez leves? Nem, sima izzó. Sima izzó, csak mert nagyon gyorsan villan föl. Igen, és akkor fehér a fény. Ráadom a gyújtást. És akkor így. Az olajnyomás az így szépen megállapodott 5 báron. Jó, mert hideg az olaj. Hideg az olaj. És most emeltlek, hogyha gázt adok, hát emelkedik a motorfordulat. Kileng. Aha, de van benne csillapítás, gondolom. Igen. Igen. Arra leszek nagyon kíváncsi, hogy most, hogy egy fokkal valósághűbb adatokat kapok, mint a műszerfaltól, hogy mekkora a diffi az olaj és a víz bemelegedése között. Mert tudom, a nagy. Tehát, hogy az autó már rég meleget fúj, amikor az olaj még hideg. Ezt mindenkinek elmondom, aki pályázik, hogy mondjuk ki lesz az autópályára, eljesz a, nem tudom, a metróig, a metró, M3-as bevezető metró, akkor fog valószínűleg megmozdulni 50-re az olaj. Uh-huh. Ugyanis az van, hogy olaj, az olajteknő alumínium, és nagyon könnyen leadja a hőt, és mi, hogy az olajszűrőnél van a jeladó, ha a hengesfejbe raknánk, ott kb. 15 fokkal melegebb van általában, mire leír, mert annyit hűl. És mindenkinek ezt mondom, aki így szereti aszkalizni az autójával, múltkor volt itt egy srác, mondta, hogy kicsit fura hangja van az autójának, nézzem meg, mi az. Mire ide ért, brutális csapágyas volt az autója. Hoppá. És kiderült, hogy hát ő azt mondta, hogy amikor már középen áll a vízmutató, akkor már rúgja neki. És mondtam neki, hogy akkor még ilyen 30 fokos az olaj. Az olaj, mert hogy ilyen nagyon, azért van az olaj melegítő. És 50, én azt mondom, a mostani olajak tapasztalatom szerint egy ilyen 60-70 fok, 70 foknál már lehet neki rúgni. Nekem is a versenyautó úgy van, hogy addig sárgán világít az olajmutató, ameddig nem ide a 70-et, onnantól lesz normális. Tehát 50 alatt piros a világító, hogy ne is merjem neki rúgni. De a lényeg az, hogy igen, az egy nagyon jó segít neked. És azt mondom, hogy itt ebben a kocsiban 120 fokos olajnál, ami azt jelenti, hogy ott lent 120 fok, rámelünk egy ilyen 5%-os csalást, mert ugye azért mégiscsak nem a nem VDO, akkor a hengerfejben az már ugye 15 plusz, akkor 135 fokos olajnál szerintem már elengedheted a versenypályán, hogyha azt akarod, hogy sokáig menjen az autód. Igen, és hogy nem, 120-nál pirosodik be a műszer. 120 és 150 között van a piros tartalom. Igen, a kicsit drágábbaknál van olyan, hogy be lehet állítani, hogy villogjon, hogyha elér egy bizonyos határt, de ez egy ilyen belépő szint. Oda nézek a szememmel. Egyébként sok, én nem is értettem az MX-ben, miért van mutató, mert az csak egy igen-nem.
Igen, ezt elmondtam a videó elején, hogy ez kvázi egy olajlámpa, csak mechanikus. És akkor már lehet-e lámpa is, mert az, hogy leesik a mutató, abból sok minden nem tudsz. De hogyha világít egy piros lámpa az arcodba, azt az észreveszed. Így van. Nekem az első ilyen mutató leesésem még az előző autóval volt a Hungaroringen. Lemelegedett a gumi, vettem a kanyart szélegyenes visszafordítónál, és így pak, elfeküdt. És akkor tudtam, hogy ennek így most vége. Egyébként egy apró módosítással meg lehetne azt csinálni, hogy egy nagyon szép piros ledet berakni a balasó sarokba. Nekem a turbós utcai MX-ötbe egy sima, egyszerű kapcsolást, kibontod a műszerfalt, akár még egy vak lámpa mögé is beraksz, csak a világít a lámpa, hogyha nincs olajnyomás. Sokkal jobban felkelti a figyelmedet, mint egy mutató. Igen, és az a legjobb az egészben, hogy megmarad egy gyári olajmutató. Igazából annak a jelét az úgy van, úgy működik, hogy amikor az csak egy kapcsoló, testet kapcsol. Ha megvan a 7 PSI kapcsol, annyi van, hogy adsz neki a LED-nek egy tápot, hozzá persze, ami a LED az alacsony feszültségű lámpa, raksz bele egy ellenállást, és az van, amikor ott testet kap, akkor az is kap testet, és világít a lámpa. Egy nagyon egyszerű megoldás, és annál jobb nincs, amikor elmegy az olajnyomás, akkor azonnal egy lámpa világít az arcodba. Aha. OM plusz. Igen. Jól néz ki. És tényleg az ember lelkének így jobb, hogy így oda néz, és hogy ilyen analóg órák van. Jó, halljúban őszintén igazából azt tesz neki a lelkednek jobbat, hogy megint költöttél az autóra. Ez a pillangószerep, ez múlt héten még az asztalodon volt. Mondjuk két héten az asztalodon volt, akkor itt most mi a trükk? Az van, hogy ez egy Volkswagen 1.8-as pillangó, és... Ez az 1.8T-nek valami... Így van, 1.8T tipik, igen. Ez annyi van, hogy azóta elment gyöngyszórásra, mert azért mégiscsak legyen szép. Nem rakunk koszos alkatrészt motortérbe. És gyárilag az MX-5 az bovdenes, aminek rengeteg előnye van, és azért vannak hátránya is. Előnye az, hogy igazából nem kell hozzá külön vezérlő a motorvezérlőbe. Tehát, hogy van benne egy 3R-es TPS jeladó, ami igazából a pillangószerep állását adja a motorvezérőnek, ami alapján tudjuk vezérelni, hogy mennyi üzemanyagot, meg ilyesmit, meg a gyorsítási dúsítás, meg ilyesmi, ilyen apróságok. De igazából ennyit tudunk. A elektromos pillangónak olyan előnyei vannak például, hogy lehet szabályozni a nyitássebességét. Teszem azt, mondjam, hogyha 3000 alatt egy turbós, vagy igazából a szívóban egy 3000-es fordulat alatt, ha oda tiprod neki egy bódvényesre, az teljesen kinyitja a pillangót, és onnantól ömlik be a levegő, és a motor megtorpan. És lehet olyat csinálni, ezt meg is tudom mutatni mondjuk minden laptopon, hogyha 3000 alatt betiprok, akkor ilyen lineárisan nyitja ki. Tehát például az, hogy 2000 alatt, nekem most ugyan beállítva, hogy 2000-es fordulat alatt teligáznál csak 50%-ig nyitja ki. Ez sokkal jobb flow-t tud csinálni a turbónak is, meg a motornak. Meg gondolom vezetni is azért kellemesebb. Igen. De ez igazából, ezeket úgy kell kezdeni, hogy 10 másodpercek. Tehát nagyon hamar elé a 2000-et, onnantól már rányitja, csak a betorpanást. Ez az egyik előnye. A másik előnye, hogy lehet állást turbósnál. Uh-huh. Ami vicces, mert a motorvezérlő, tehát ebben stand-alone van, abban a motorvezérlő is nagybetűkkel pirosan villogva írja, hogy ne, légy szíves, ne. Az nem jó a turbónak, nem jó a motornak. Igen, mert igazából az történik, hogy negatív gyújtással, amikor elveszel a gázt, akkor negatív gyújtással konkrétan a turbóban csinálsz lángokat, és azon kívül, hogy durva hangja van, pörgeti a turbót, és azért ez, hát nem tesz neki jót. De közben meg nyomaték határon tartja a turbótváltásnál. Igen. Ez amiért neked ez igazán fontos, az, hogy ugye jön a szekiváltó az autóba. Igen, a szekvenciális váltó jön az autóba januárban, és ott hát elég sokat, egy barátommal ketten csináljuk, ő is vesz egyet, meg én is, és ott elég sokat olvasgattunk, és itt mindenütt Magyarországon az info, hogy a visszaváltásnál kuplungolni kell, hogyha meg akarjuk őrizni a váltónak a épségét hosszú távon. Na hát most ez egy 3 millió forintos váltó, én úgy vagyok vele, hogy 3 millió forintért ne kelljen már kuplungolni a szekvenciális váltónál.
És találtunk egy... Drent? Nem, ez Quaif. Quaif. És találtunk egy srácot fórumokban, aki elég sokat írogatott a témában, és kiderült, hogy a Quaif gyárban visszavett váltókat javít, meg hogy mi a véleménye ezekről. És ő azt mondta, most igazából messzültem be azt mondom, amit akar, de igazából logikus, amit mondott, és küldött egy videót is, hogy szétszedve, hogy néz ki egy ilyen váltó, amikor megsérül. Azt mondta, hogy MX-5-ben lesz az váltó, fékezéskor a kocsi orrára telhel, tehát fékezéskor fogunk visszaváltani, mert felváltásnál egyértelmű gyújtásvágás, az bármelyik motorvezélő meg tudja ehhez oldani. Még nem kéne feltétlenül a pillangó, hiszen a gyújtásvágás rá tudod venni a nyomatékot arra az időre. Simán elveszem arra az időt. Annyi, hogy jól kell be kell állítani, van rajta, úgy van a váltógombon van egy lótszeles gomb, ez úgy kell kezdeni lótszel, mint a szimulátoroknál az, hogy milyen erővel nyomod a pedált, annak van egy ilyen nullától, nem tudom, 5 voltig egy ilyen ereje. És a szekiváltó az úgy néz ki, hogy van A középen a váltó, és két, és az eladó 2,5 voltot ad. Ha előre nyomom, hogy váltok előre, vagy hátra, akkor 2,5-től 5 voltig, vagy 0-tól 2,5-ig mutatja. Azt kell kimérni, hogy hol vált a váltó, hány, mekkora feszültségnél. És ezt kell bevezetni a motorvezélőbe, és az ekkor tudod, hogy mikor kell gyújtásvágás. A gyújtásvágás az igazából egy gyors váltónak felel meg, hogy gázelvétel nélkül ráváltasz, elveszi a gyújtást, megszűnik a nyomaték, tehát nincs terhelve a váltó, és a hajtáslánc szépen át tud váltani. Ez egy ilyen kapcsolókörmös megoldás. Igen, de visszaváltásnál ilyen problémánk, tehát nem, hiába elveszel a gyújtást, ott nincs, tehát nem úgy működik visszaváltásnál. Persze. Ezért van az a úgynevezett revmeccses visszaváltás, aminek az a lényege, hogy adsz egy gázfröccsöt. Hát H-sémánál a sarkaddal csinálod. Így van, ez a Hiltó. Hiltó, így van. Már akinek elfér a lába az MX-5-ben, nekem billetnek el a bukámat. Én versenypályán hiltózni szoktam, de arra rájöttem, hogy akármennyire gyakorlom, nem leszek olyan jó, mint egy motorvezélő. És bár... Ezt nem róhatjuk fel neked. És bár elég komoly, az MX-5-ös pályautós csoportban van egy ilyen vallási csoport, ott szekta. Fundamentalisták. Ott komoly viták vannak azzal, hogy hiltózni menő, és... Engem Jorpet lebeszélt róla. Engem. Tehát hiltózni menő, mert az olyan jó hangzik. Nekem a korábbi az NC-ben, előtte egy NC volt utcán, ott abban volt blipshift, hogy a motorvezető láb blippelt váltásnál, és én nagyon szerettem. Autópályán lehajtónál is csináltam, mert az kapcsolható volt, mert sokkal jobb érzés volt váltani vele. Érződött, hogy elkönnyül a te hajtáslánc, és könnyebben visszamegy a sebesség. Hát meg ugye nem utolsó szempont az, hogy nem fogja meg a hátsó kereket, és nem forogsz meg. Ugye ez egy komoly probléma, hogyha nem, ha csak úgy simán ráakasztod, akkor benne van az, hogy leblokkolja a hátsó kereket, és tapadást veszítesz. Ami tök mókás tud lenni, hogyha olyan van, de ugye a köridőknek meg nem nagyon jó. Igen, bár egyébként sok mindentől is függ. Tapasztalatom szerint a MX-5-nél a torzen gázevétenül megfogja a kereket, közben egy lamellás per, az meg már nem. Tehát egy másfél utas kaz diffi, az elképesztően jó egy gyári torzenhez képest. Arról nem is beszélve, hogyha betapad a valamelyik kanyarban a első kerék, és elemeli a hátulját, akkor onnantól nyitott lesz a torzen. Így van. Hát tehát, meg van még ugye a Fuji. Igen, a Fuji ilyen furcsa átmenet az általában között. 20 év után már nyitott. Igen. Nem, az enyém még zárt. Még. Na, és akkor visszatérve azért, hogy és beszéltünk ezzel a srácsal, és jött a srác, és azt mondta, hogy amikor rátehel a kocsi az órára, akkor az MX-5 némi, hogy hátsó kerekes, onnantól már könnyíti a hajtásláncot, és hogyha benyomjuk a kuplungolunk, akkor elvesszük a hajtást a váltóról, és ez tök jó. Igen ám, de hogyha váltásnál nyomunk egy gázfröccsöt, akkor így pillanatra elkönnyíti a hajtásláncot, és megint könnyű a váltás. És ez lehet látni, bár én csak utasként ültem GT Porsche-be, 911-es GT 3-as Porsche-be, és ott elég jól működött a PDK-nál ez a visszaváltásos gázfröccs, és ott nem kellett kuplungolni. Hát furcsa módon. Igen. Ha akartál volna, se tudtál volna, mondjuk, de ott ez sokat segít, hogy a 6 hengeres motoron van 6 darab pillangószelep. Igen. És az új modellben meg a 6 darab 6 hengerre van 9 pillangószelep. Jó, igen, de ez más... Szerintem még ebbe is bele tudnál tenni egy 4-5-öt. Igen. Hát a múltkor a pályán egy 4 pillangost videóztál. Igen. És úgy döntünk, hát ez egy hobbi autó is igazából, bár szerintem, hogy kinéz most a pillangó, az vizsgán is átmenne. Úgy döntöttem, hogy addig megyek utána, amíg meg tudom oldani, hogy motorvezérlő tudja vezérelni a gázfröccsöt.
és elkezdtem utána olvasgatni, a aftermarket piacon lehet venni ilyen autoblip, meg ilyesmi cégeknél ilyen utólagos gázfröccs modult, és elkezdtem nézni, hogy mit csinál ez. És a nagy részük igazából nem csinál semmit, az figyeli, hogy ne nyomd a gázt, nyomjad a féket, és kuplungolj. Sima H-kulisszánál. Igen. Tehát, hogyha nem nyomod a féket, nem nyomod a gázt, nyomod a féket, és kuplungolsz, akkor azt mondja, hogy visszaváltasz valószínűleg, logikusan, ekkor nyom egy gázfröccsöt. Ennyi az egész. Be kell állítani, hogy milyen időzítés legyen, mekkora százalékra nyomjon rá a gázra, és milyen késletetése, mert amikor benyomod a kuplungot, akkor általában felül szokott lenni a pedálon a kapcsoló, az jelzi a kuplung kapcsoló, és hogyha utána még nem old a rendszer, ezt kell megcsinálni. De és elkezdtem ezzel matekolni, és egy nagyon kedves ismerősöm, aki ilyen hobbi szinten motorvezélők építésével foglalkozik. Különös hobbi. Neki elmondtam, hogy mit szeretnék csinálni, és ő eléggé szkeptikusan állt a helyzethez, hogy hát, tud adni egy olyat, ami pillangót vezérel, de abban nincsen blip. Van ALS, van késletetett nyitás, van benne védelem, de blip nincs. Mondom, jó, hát ezért próbáljuk most. És adott nekem egy tesztre egy hónappal ezelőtt, de kb. Két héttel ezelőtt kezdtem ezzel foglalkozni, egy DBV vezérlőt, tehát a drive-by-wire vezérlőt, és akkor nekem meg kellett azt oldanom, hogy a 24 éves autóban, amiben bovdenes gázpedál van, meg bovdenes pillangó, hogy ez így bekerüljön a rendszerbe. Kezdjük az utastérbe. Jó. Először mutatom azt, hogy ez a pedálgép, tehát ez a gyári pedálgép, itt a gáz, itt van beakasztva a bovden, és itt van egy pici rugó, de igazából nagyrészt a pillangó rugója húzza vissza. Igen. És itt a fék, és itt van rajta a fék kapcsoló, ez kapcsolja a féklámpát. És ez meg is van a féknek a jelünk. Igen. És a kuplungon, ami meg van, ott is van ugyanilyen kapcsoló, ami ez 12 voltat ad, a kuplung meg testet ad. Ez egy MX-6-os gázpedál. Egy NC-ből, egy harmadik. Egy NC-ből, igen. És ezt úgy volt, hogy kiszedtem a pedálgépet, és addig matekoltam, ameddig pozícióban jó lett, és oda egy konzolt heggeztettem, és felcsavaroztam rá. Most úgy néz ki, hogy van egy DBV vezérlőnk, meg van a motorvezérlő, na és hogy tudjuk ezt összekötni? És erre tudjuk használni a CAN Boost. Most a verseny... Az autónak adja a kommunikációs hálózata. Igen, ez igazából hibrid, mert van benne analóg is, meg van benne CAN Boost-os is. Ez ugye 90-es, 2000-es években kifejezetten gyakori volt. Ugye emlékszem, hogy a Toyota Supra például a rendszervarrás előtt még nem, de utána már igen. Igen. Na, ez az MX-5, ez a bár 99-es, de ennek még semmi köze, nincs a CAN Boost-hoz. Ez minden 80-as évek. Ebből még se a Lean és se a CAN nem ismert volt, de ebben egy modern motorvezőt raktam, egy ilyen standalone-t, azt tud CAN-t, és úgy működik, hogy a CAN Boost-on kommunikálnak az alapjáti vezérlés, meg ilyesmit, és a fék kuplung kapcsoló az analóg jelen megy, és még egy dolog megy analóg jelen, a fordulatszám jel. Mert a gázpedál vezérőnek tudnia kell, hogy milyen fordulaton megy az autó. Na, és akkor, ha alapjátot beszéltünk, így néz ki a gyári MX-5-nek a pillangója, és itt van egy ilyen szép nagy bumszli, ez az alapjáti motor. Mert az alapjáti... Amikor elcsukod a pillangó szerepet, akkor igen, nem kéne, hogy leálljon. Itt, ha megnézed, full, nem tudsz átlátni rajta, mert full le van zárva. Így van. És így leáll, nincs levegő, nincs levegő, és mi kell a motor járásához, levegő, üzemanyag, meg szikra, majd a benzinesnél. És ezzel, ez egy ilyen kéteres, mágnes szerepnek mondhatni, és itt nyit, folyamatosan ilyen PID-vel nyitogatja, azt jelenti, hogy olyan gyorsan nyitogatja, hogy nyitja-bezárja, hogy egy idő után a tehetetlenség miatt megáll egy bizonyos ponton. Mondjuk 10%-on, 20%-on, 50%-on, és akkor itt meg bejön egy kis levegő, és így tartja az alapjátot. Na hát ilyen nincs ezen, mert ennek nincsen alapjáti motorja, mert ő maga az alapjáti motor is. Tehát azt jelenti, hogy most úgy állítok alapjátot az autón, hogy a pillangót picit kinyitja, vagy bezárja attól függően, hogy magas vagy alacsony alapjátot szeretne. Ez elegánsabb megoldás lényegesen, meg egyszerűbb. Igen, igen, ám csak itt előjön az a probléma, hogy tapasztalatból tudom, hogy ennek hány százalékkal kell adni, mondjuk 1500-as fordulatnál enni a motornál,
Ez meg úgy volt, hogy fogalmon sincs. Már online is a vezérlő, most mutatja, hogy 5,9%-a ki van nyitva, ugyanis a motorvezérlő, ami ott van, megkérte a pillangó vezérlőt, hogy nyissa ki 6%-ra. Ez többféle okból lehet, mert mondjuk most tippem szerint 8 fok van, és hidegindításnál minél hidegebb a levegő, annál nagyobb, több levegő kell neki a hidegindításnál, meg több bizonyok persze. És akkor utatja, hogy van a pedál pozíció, ez a... Ja. És nézd meg, nyom be maximum a pedált. Benyomom a pedált maximum. 100%-ra benyom a pedál, de a pillangó az csak 50%-ra van. Uh-huh. És amiért mondtam, mert hogy van itt egy táblázat, pontosan a motorvezérlőben van egy táblázat, ami azt mondja, hogy mennyire engedje kinyitni. Hogy alacsony fordulaton, ha oda tiprod neki, akkor íves, szépen... Lineálisan nyitja meg. Lineálisan, igen. De, mint mondtam, ez eléggé tized másodperceken dől el, tehát ez nem annyira, nem tűnik fel, de közben gyorsulásban sokkal szó. Egyik ismerősöm, aki padon programozott ilyet, mondta, hogy tapasztalata szerint ilyen newtonméterek vannak ilyen alacsony fordulaton, kigyorsításnál, mert hogy nem torpantod meg a izét. Van egy gyorsítási dúdsítás nevezetű funkció, ami hirtelen gázadásra több üzemanyagot észreveszi, hogy több, akkor több üzemanyagot ad, de hiába azt beprogramozod, akkor is van egy ilyen tehetetlensége, míg a motor reagál erre. Ezért nem jó, azért jó, hogyha nem teljesen nyitott ki. Na, és akkor... Igen, na és itt van a motorvezető, itt ez kicsit, tehát ez a pillangói, ez ilyen kevesebb infó van, ez meg a motorvezetője. És itt van, hogy 13 fok van most kint, azt írja, 4 fokos a bemeneti levegő, tehát 13 fokos a hűtővíz, 4 fokos levegő van, és azért kb. 60%-a nyitja ki a pillangót, ami igazából azt jelenti, hogy az alapját az max 10-ig. Tehát azt jelenti, hogy 60%-a a 10-nek, az 6% kb. És ott látszik is, hogy 5,8-5,9. De a TPS érték. TPS, igen. És akkor ebbe a gázpedál vezérlőbe, meg a pillangó vezérlőbe az a tuti, hogy engedélyezi, ez egy open source cucc, engedélyezi, hogy saját magad, hát nem tudom hány kilobájtnyi, igazából igen, pár kilobájtnyi kódot írhassál, ami itt néz ki, tehát ez egy ilyen egyszerű Lua scriptnek hívják, hát egy ilyen firmware alacsony szintű programozás, és itt azt írtam meg egy kis tesztelés után, meg egyik nagyon jó ismerősének a segítségével, hogy ha megy az autó, és 3000 fordulat alatt van a fordulat, és nem, 3000 felett van, és 6000 alatt, tehát a beepnek akkor van értelme, és nyomom a féket, és rákupungok, akkor most már tudja ez a motorvezető, ráad egy ilyen 20%-os gázfröccsöt. Viszont ami nagyon fontos, hogy ilyenkor eltűnik a vákum. És te hogyan, ugye fékezésnél hagyományosan elcsukott pillangó szelep van egy autóban, ez a fékre segítőnek adja a vákumot. Igen. De akkor neked hogy marad vákumod, hogy ne állj bele az első gumifalba, amikor blippel váltasz vissza? Hát úgy, hogy azért láthatóan ott van a féktök, úgynevezett féktök. Itt azért van egy kis tároló a vákumnak. Uh-huh. Tehát ez, ami innen veszik a vákumot, ez errefele nyitott, de visszafele már nem. Tehát azt jelenti, hogy ez innen nem tud oda menni levegő. Itt, ha megtörtént a vákum, akkor már itt már meg is marad. És 3-4 fékezésed van. Bőven. De hát utána... Visszacsukod a pillangószelepet, persze. Onnantól megint újra vákum van. Tehát azért nem olyan vészes ez. Meg például van olyan pályautós ismerősöm, aki féksáv segíti nélkül megy, és hát nyilván, hogy tapossa a féket, de persze itt azért van. Egy évben hány hétvégét tudod használni? Hát azt mondom, hogy havonta egyszer. Tehát évi 12 legjobban. Tehát havonta vagy kétszer, vagy... Tehát mondjuk legyen évi 10-15 alkalom. Ah, igen, igen. Na, de hogy akkor az utcai autózás az nem lenne pótlék? Ennek azért volt pár ebből. Persze, volt a turbós zöld, ami azóta már nem létezik. Elbontották.
Már nincs a magyar rendszerben. A magyarban nincs. Magyarban már nincs. Aztán volt a zöld NC, amit nagyon szerettem, és sokat gondolkodtam ezen, és elengedtem Magyarországon a tuning autózást. Szerintem egy megépített MX-5, mármint ez turbósan, kompresszorosan, az vita tárgya, szerintem nem olyan jó kompresszorosan, nekem volt az is. Így van kész az MX-5. Jó gátlóval, jó stabilizátorral, jó motorral, és de hát nem lehet lepapírozni. Tehát, hogy körbejártam többször, hallottam olyan számokat, hogyha így úgy elmegyek a TÜV-höz, kiviszem Németországba, visszahozom, de még itt se biztos, és úgy döntöttem, hogy nekem elég volt utcán a tuning autó. Ezért úgy eladtam minden ilyen hobby autómat, és úgy döntöttem, építek egy ilyet, és ez sokkal-sokkal jobb élményt ad. Amikor eladtam az NC-t, utána vettem egy Focus ST-t, ami sokkal erősebb, mint az MX-5, és azt vettem észre, hogy ha napi szinten használtam, nagyon gyorsan meguntam. És ebbe, meg hogy havonta egyszer tudok beleülni, mert úgy jön ki az idő, mindig úgy bülök bele, hogy beindítod, remeg az egész, kényelmetlen, ráz, mindent úgy van megcsinálva, hogy nekem tetszik. Most, hogy meg lehetne utcán rendőre szentszámba, biztos égne a feje. Helyben elásnának. És ez meg olyan, mint hogy én szerettem volna. Ez utcán, olyan módosítások van benne, amely az utcán már esélytelen. És hogy havonta csak egyszer ültek bele, mindig úgy szállok ki este, és úgy rakom fel a trailerre, hogy így, na ez nagyon jó volt. És másnap beülök a Mondóba, ami egy egyszerű TDC-i, fogyaszt 6 litert, ez mondjuk szerintem pályán 20-at, és szépen elmegyek A-ból B-be, tempomattal, elváltva időben, hogy ne fogyasszon sokat, levillognak a hangos gyors autók, és nem érdekel, mert tudom, hogy jön a hétvége, például holnap megyek, felrakom hajnalba a trillerre, kilevegyek, ott pacsizunk a haverokkal, megdumálunk mindent, legumizunk, aztán kinyomjuk a szemét, ha ott szétszakad az autó, semmi baj, trélerre felrakom, lesz idő megcsinálni. Ez is egyébként a hobbinak a része. Lesz, tehát a szerelés is. És egyre inkább. És szerintem most már Magyarországon nagyon nem lehet legálisan. Építsetek ti is versenyautót. Nem kell feltétlenül ilyen komolyat, lehet olyan kicsit egyszerűt is, de az élményt azt meg fogja adni. Aztán, mert hogyha nagyon belecsúsztak, akkor előbb-utóbb úgyis eljutok ide.